Növényvédelmi szakemberek tanácskoztak itt Dióskálon egy hétig. Nemzetközi ez a találkozó. Miről volt itt szó ez alatt az egy hét alatt? Ennek a találkozónak az a célja, hogy a növekvő engedélyeztetési elvárások során a hatóságok által a növényvédőszerek használatára kiszabott biztonságos felhasználás biztosító előírásokat hogyan tudjuk átadni a gazdálkodóknak, ahogy ezt a gyakorlatban alkalmazniuk kell. Erről szól ez a hét. Nagyon megszigorodtak ezek az eljárások az utóbbi néhány esztendőben. Mi indokolja ezeket a szigorításokat? A növényvédőszerek engedélyeztetése nagyon szigorú sztenderdek szerint történik. A hatóanyagokat az Európai Unió szintjén kell engedélyeztetnie a gyártónak, és amikor ezt a folyamatot végigvitte és sikeresen engedélyeztette a hatóanyagát, akkor a formulációkat az Európai Unióban zonális szinten kell engedélyeztetni, amire szintén rendkívül szigorú előírások vonatkoznak. Mind az emberi egészség, mind pedig a környezet biztonsága és a környezet megőrzése érdekében nagy figyelemmel és felelősséggel kell a gyártóknak eljárni ezen a területen. És hogy mi indokolja ezt, fenntartható módon folytatható csak a mezőgazdaság, annak részeként a növényvédelmi tevékenység, és hát ahogy említettem, ez kizárólag csak akkor valósítható meg, hogyha ezek a szigorú előírások a gyakorlatban valóban megvalósításra kerülnek. Nagyon nagy hangsúlyt kapott ez alatt a tanácskozás alatt, illetve hát a bemutató alatt az, hogy a növényvédőszerek azok mennyire sodródhatnak el. Igen, hát ez egy nagyon fontos kérdés. Mondhatnám, hogy most a prioritási lista legelején van. Ugye ez több szempontból is, egyrészt a felszíni vizek védelme, a vízi élőlények védelme szempontjából, más részről pedig a nem cél szervezetek és nem cél kultúrák szempontjából is kritikus az elsodródás. Amikor az engedélyt megkapja egy készítmény, akkor az engedély okiratában meghatározza a hatóság a háttérvizsgálatok eredményeket, hogy milyen méretű buffersávot, biztonsági sávot kell tartani, mondjuk a felszíni vizektől, ha ezt vesszük példaként. És ez ugye a gyakorlatban sokszor korlátként jelentkezik, és ezen segít az alkalmazás technikának a fejlődése, és az ezen a téren adott tanácsunk a gazdálkodóknak. Ugyanis, hogyha elsodródásgátló szórófejet használ, akkor ugye a kockázata az elsodródásnak jelentősen csökken, és ezzel a legújabb szabályozások szerint már megengedhető az is, hogy az előírt pufferzóna csökkenthető, hogyha a gazda ezt az elsodródásgátló szórófejet alkalmazza. Ennek nagyon nagy jelentősége van a környezet megóvása érdekében. Ezek a szórófejek nagyobb méretű cseppeket is képeznek. Igen, hát itt ugye az elsodródás szempontjából, ami nagyon fontos tényező, az a gépnek a sebessége, a permetezőgép keretmagassága és a csepp méret valóban. Ezek a tényezők együtt határozzák meg. Itt nem csak arra kell figyelemmel lennünk, hogy ne sodródjon el, tehát ne kockáztassuk a környezetet, hanem arra is figyelemmel kell lennünk, hogy ugyanakkor ez a kezelés az elérje a célját, és megfelelő hatékonyságú legyen azzal a nagyobb csepp mérettel is. Ezért nagy kerültekintést igényel ez a gyártótól, hogy a megfelelő ajánlatot adja a gazdálkodónak, a partnereinek. Önök itt beszéltek arról, hogy a vetőgépeket föl kell szerelni deflektorral is. Ez a méhek védelme érdekében történik. Ez tulajdonképpen nem egy régmúltra visszatekintő kérdés. 2009-ben szembesültek a mezőgazdasági termelők azzal, hogy csávázott vetőmag vetése esetén is van kockázata a méheknek, és a pneumatikus vetőgépek esetében, amikor a vetés során a vetőmagról esetlegesen ledörzsölődő port ugye a levegőbe kinyomja a vetőgép, akkor az elsodródhat egy szeles időben nagy virágzó kultúra közelsége esetén, és ezt hivatott megakadályozni a deflektor. A deflektor egy olyan egyszerű szerkezet, ami ezt a kifújt levegőt, ami feltételezhetően tartalmazhat hatóanyag maradékot is a csávázószerből, azt levezesse a talaj felszínre, és ezzel megakadályozza ennek a pornak az elsodródását. Azért szeretném hozzátenni azt is, hogy nagyon fontos a vetőmag csávázásnak a minősége, és itt ez egy kulcs
kérdés, hogy Magyarországon a kukorica és a napraforgó vetőmagcsávázás az kizárólag rendkívül nagy szakértelem mellett vetőmagüzemekben történik, ahol eleve gondoskodnak arról, hogy a leporlás minimális legyen. De ennek a minimális pornak az elsodródását is meg kell akadályozni az elővigyázatosság elve értelmében, és erre hivatott ez a szerkezet, amit gyakorlatilag egy cső rendszer levezeti ezt a kifújt levegőt a portartalommal és az esetlegesen benne lévő hatóanyag tartalommal a talajszintre. Így nincsen a környezetben járó méheknek kockázata a vetési időszakában.